A mai üzenetemnek azt a címet adtam, ha olvastátok, hogy a bölcsesség kezdete, és remélem, hogy ennek az idézetnek a második felét mindenki tudja. Mi a bölcsesség kezdete? Az Úrnak félelme és a Szentnek az ismerete, az eszesség. Úgyhogy adhattam volna azt a címet is, hogy az Isten félelem. És amikor az Isten félelemről beszélünk, azok, akik nem ismerik az Urat, sokszor meg szokták kérdezni, hogy miért hívjuk ezt félelemnek? Hát most félni kell az Istentől. Az Isten félelem, ez egy egészen speciális, különleges bibliai kifejezés. Ugye azt látjuk, hogy együtt jár két dolog, az Isten ismerete, meg az Isten félelme. Ugye amikor a hét szellemről olvasunk, ami megnyugszik a csemetén, Ézsaiás prófétánál, akkor párokba találjuk ezeket, és az Isten ismeret és az Isten félelem vannak együtt. Az Isten ismeret azért az első, mert ha ismered Istent, akkor úgy nem félsz tőle, hogy rettegsz tőle. Nem, ez nem ilyen fajta félelem. Mert hiszen ha megismered Istent, akkor tudod, hogy Isten egy szerető Isten, egy jó Isten, egy kedves Isten, és nem egy gonosz valaki. Az Isten félelem tehát valami mást jelent, de ugyanakkor mind a kettőre szükség van, az Isten ismeretére és az Isten félelmére is. Ráadásul az Isten félelemhez kötődik ez az ígéret, hogy az Isten félelem a bölcsesség kezdete. Tehát annak a kezdete, a belépé, az ajtó, hogy belépj a bölcsesség birodalmába. Miért fontos a bölcsesség? Ha megnézitek a YouTube-on, sokféle tanítások keringenek. Az egyik legnépszerűbb tanításom az a Szellem vezetése nevű volt, még annak idején a Lourdes-ban nagyon sokan megnézték, nem a legjobb tanításom egyébként, és rettenetesen hosszú, valami majdnem 2 óra. És a végén jutottam el a témához, hogy hogyan hozzunk döntéseket. Ugyanis az emberek sokszor összekeverik a szellemvezetést, meg a döntéshozatalt. Ha döntéseket kell hoznunk, hogyan hozzunk döntéseket? Ennek megvannak a maga szabályai. Először is az írás mit jelent ki? A kert minden fájáról lehetsz, mind jó döntés. Arról ne egyél, rossz döntés. Tehát vannak jó döntéseink, vannak rossz döntéseink, van néhány rossz döntésünk, és van nagyon sok jó döntésünk. Ez az első dolog. Mi az, amit Isten mond? Férjet keresel, feleséget keresel, akkor az első dolog, hogy férhez mehet, akihez akar, csak hogy az Úrban. Tehát akkor ugye, ha nő vagy, akkor a férfiak között kell keresned, ha férfi vagy nő között kell keresned, de ma már ezt is el kell mondani, hogyha biblikusan akarsz gondolkozni. És a férfiak és a nők csoportja le van szűkítve továbbra arra a vödörre, amiből halásznod kell, azok, akik istenfélők, akik szeretik az Urat, akik ismerik az Urat, más szavakkal az Isten népéből válasz. Miért? Azért, mert a házasság önmagába véve is macerával, teherrel, küzdelemmel jár. Ha nekem nem hiszed, akkor olvasd el az 1 Korintus 7-ben Pál apostolt, aki azt mondja, hogy ha megszabadultál, maradj úgy, ha nem, akkor maradj úgy, jobb ez neked, de mindenkinek saját karizmája van, és ha megházasodsz, akkor a házassággal vannak feladatok, vannak dolgok, amiket tenni kell, amiket csinálni kell, és ez éppen elég. Olyan terhet ne vegyél a nyakadba, ami eleve megnehezíti a pályát a számodra. Válasz a szent népből. Ez az Ószövetségben is nagyon fontos volt, hogy a szent népből válasz, olyan embert válasz, aki erősít a hitedben, erősít a pályádon, és nem olyat, aki akadályoz, aki hátráltat. Ezzel együtt a keresztények mindig úgy gondolják, hogy ők van, hogy jobban tudják, és vannak jól sikerült ilyen vegyes házasságok is, és de hát ezek a kivételek, amik a szabályt erősítik. Szóval a döntéshozatalnak a szabályai megvannak, és ennek csak a végén van az, hogy az Isten tanácsol téged, szól hozzád, és ez egy nagyszerű dolog. Ha Isten szól hozzánk, akkor az embernek az egész döntési folyamaton, vajudáson nem kell keresztül mennie, de ugyanakkor azt várni, hogy majd az Isten szól hozzám és vezet engem, ez is hiába valóság, mert akkor nem tudsz dönteni. Tehát akkor mi lesz? Akkor ott maradsz és állandóan várod, hogy az Isten szóljon már, szóljon már, szóljon már, és amíg nem szól, addig te bizonytalan vagy. Ott van rögtön Jézusnak az apja József, aki 3-szor kapott egész életében álmot. Ne félj Máriát magadhoz venni, meneküljetek, térjetek vissza. Kész, vége. Ez volt a természet fölötti vezetés az életében. És egyébként ott ülhetett volna Názáretben, és mondta, Uram, szólj már, hogy mi, adjak enni a gyereknek, vagy ne adjak el, mi legyen, kecskesajt legyen, vagy inkább gabona. És ott izélhetett volna, hogy most akkor hogy, magam mellé vegyem, ne vegyem el, vigyem, ne vigyem. Ne, hát meghozta a maga döntéseit a legjobb tudása szerint, és időnként az Isten szólt, és
ő nyitott volt arra, hogy az Isten szóljon. És ezt mondja a tanácsolja Jakab is, hogy mondjátok azt, hogy ne mondjátok azt, hogy elmegyünk ide-oda, ez lesz, az lesz, amaz lesz, mert a jövő nincs a ti hatalmatokban. Nem mondjátok azt, ha az Úr is akar, ángya is éltet, akkor ezt is ezt fogjuk tenni. Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy döntsél, válasszál, vállalkozzál, hogyha nem tudod, nem, nincs ilyen fajta természet fölötti vezetésed, akkor is dönthetsz nyugodtan, nem probléma. És hogyha netán nem jól döntenél, akkor az Isten majd fog szólni, és erre legyél nyitott, és az Isten azt mondja, hogy ne arra, hanem erre, akkor menjél arra. De akkor tudni fogod, hogy az Isten szólt hozzád. Ellenben, ha jeleket vársz, ómeneket vársz, persze, nagyon jó, hogy az Isten szól hozzánk, akkor az ember a falon is átmegy, a nagykőfalon átugrik, a távon, én is szeretem, a legnagyszerűbb dolog, de Isten nem dönt mindig mindenben helyettünk, mert akkor kiskorúak maradunk. És Isten azt szeretné, hogy mi felnövekedjünk, érettkorúak legyünk, nem akar bennünket kiskorúságban tartani. Azok a szülők, akik... merő jó szándékból, most nem is feltételezünk más, de állandóan döntenek a gyerekük helyett, kiskorúságban tartják a gyermeküket, és egy idő után ez nem jó, egészségtelenné válik. A gyereknek nem szolgálja a fejlődését, hanem éppen, hogy hátráltatni fogja, és konfliktusokat, bajokat fog szülni. Na tehát, a döntéseinket, ha hozzuk, hogyan hozzuk? Bölcsesség alapján. És a bölcsességnek mi a kezdete? Az Isten félelme. A bölcsességbe beletartozik a természet fölötti vezetés. Azokat a keresztényeket, akiket arra tanították, szól a szkriptúra, csak ami meg van írva, ezt kell bújni, ezt kell érteni, azok nem figyelnek az intuícióra, nem figyelnek a belső hangra, és ez nem jó. A minket, karizmatikusokat úgy szocializáltak, hogy ó, van egy gondolat a szívedben, van egy gondolat az agyadban, van egy érzés, biztos a Szentlélektől lehet, hát ki mástól, és akkor menjél és csináld. De ez sem ilyen egyszerű, ez se igaz. A bölcsesség ahhoz kell, hogy az ember mind a kettő ismeri az írásokat, és az írásokon meg tudja mérni, hogy ami belül zajlik, meg ami felé a belső indulatai, gondolatai, az intuíciója viszi, az Istentől van, vagy nem. És el kell telnie bizonyos időknek, és az Istennel kell együtt járni, hogy meg tud mérni ezeket a dolgokat. De elmész egy prófétasuliba, az első, de leginkább a második lecke az lesz, hogy ismerd jól a Szentírást. Mert azon tudod megmérni ezeket az gondolatokat, meg az intuíciókat, meg a belső világot. Ha elhanyagolod a belső világot, lemondasz arról, hogy az Isten szóljon hozzád. És ezért rossz a történelmi egyházakban, mert a történelmi egyházakban a papnak meg a lelkésznek kell megtanítani a hívőket, hogy ismerjék meg az Istent. Az új szövetségnek pedig mi az ígérete? Nem tanítja egyik ember a másikat, hogy gyere, ismerd meg az Istent, mert megismernek engem kicsintől fogva nagyig. Baj, hogyha csak a lelkész ismeri az Istent, és ő neki kell elmagyarázni az ott ülőknek, hogy izé. Ez nem jó. De ugyanakkor a másik oldalon a szuperkarizmatikusok, hogy ma reggel azzal ébredtem fel, hogy én vagyok az intergalaktikus bolygóközi császár, és akkor nekem... De kit érdekel? Nem te vagy. De idióta vagy, hülye vagy. És a kettő között kell megtalálni a dolgokat, és amikor jó döntést akarsz hozni, akkor a jó döntést mikor hozod? Akkor, ha bölcs vagy. A gyermeked odajön, és azt mondod, hogy hú, az Úr szólt hozzám, és feleségül vettem egy lányt, akkor az emberben bizonytalanság van. Tényleg jól hallotta? Tényleg az Úr szólt hozzád? De hogyha jönnek, és hírt mondanak, és azt mondják, hogy hú, a gyereked nagyon bölcsen döntött, akkor azért megnyugszol, nem? Az azt jelenti, hogy jó eséllyel jó döntést hozott. És itt is erről van szó. Ha csak az intuíció alapján akarsz dönteni, az könnyen félrevisz, az nagyon, nagyon szubjektív tud lenni, könnyen becsapható leszel. Ha csak az írásokat bújod, tanulmányozod, akkor viszont elmulasztod pontosan azt, ami a lényeg, hogy az Isten nagyon személyesen szóljon hozzád. A helyes megoldás micsoda? Nekem is meg kellett tanulnom, és minden prédikátornak meg kell tanulni. Mi nem azért tanítunk téged, mert nem tudod, hanem azért tanítunk téged, mert tudod. Nem én plántálom beléd a tudást. A tudás benned van. Keneted van a Szenttől, és mindent tudsz. És ahogy az a kenet megtanít téged, abban maradj meg, mert az úgy igaz. Nem olyat mondok, amit te nem tudsz, olyat mondok, amit tudsz, ami benned van, és bennem is bennem van. És amikor én a szellem által tudok szólni hozzád, akkor nem az történik, hogy az én tudásomat átplantálom beléd, hanem az történik, hogy a te szívedben, a tudatalattidban levő tudás feljön az elméd elé, feljön a lelkedbe, és tudatosodik benned az, amit már tudsz. De az Isten az, aki tanít.
Mindannyian Istentől tanítottak lesztek, így foglalja össze Jézus az új szövetségnek ezt a nagyon-nagyon fontos ígéretét. Tehát az Isten félelem arra kell, hogy bölcs döntéseket tudjunk hozni. És hát még egy harmadik címet is tudnék adni az üzenetemnek, az, hogy Péter evangéliuma, ugyanis Péter első levelét szeretném, ha együtt elolvasnánk, abból is az első fejezetet. És magyarázatként ehhez annyit szeretnék hozzátenni, mielőtt hozzáfogunk, hogy van Péternek és Pálnak is egy-egy olyan levele, ami nagyon letisztult levél. Kései levelek. A haláluk előtt nem sokkal keletkeztek ezek a levelek. Megfutották a pályájukat, nagyon sok mindenen túl vannak. Az efézusi levél az első ilyen, és annak ugye a párja, a kolossebeliekhez írott levél. De az efézusi levél Pálnak egy olyan levele, amikor már túl van azon, hogy az ázsiai gyülekezetek elfordultak tőle. Ezt nem annak az efézusi gyülekezetnek írja, amit ő alapított, ahol nem hétköznapi csodákat cselekedett az Isten, hanem ez a gyülekezet ez elfordult tőle. Ez a gyülekezet már nincs vele közösségbe kapcsolatban. Új plántálás van, új gyülekezet van, és nekik ír Pál apostol. És ha megnézed a levelet, összehasonlítod a Róma levéllel, azt látod, az efézusi levélben nincsenek személyes utalások. A Róma levél végén egy egész fejezetbe csókoltat mindenkit, üdvözöl mindenkit, emlékeztet erre, emlékeztet, az efézusi levélben semmilyen nincsen. Rögtön úgy kezdődik, efézus, na ide figyeljetek. És ugye fel vagytok ültetve, meg vagytok áldva, kik vagytok Krisztusban, végig egy nagy krisztológiai levél, így is tanították nekünk a teológián, Krisztussal foglalkozik. Ez Pál. A Péternek a kései levele az első Péter levél. És ott is az első fejezetben elmondja az evangéliumot. Ez öreg Péter mondja el az evangéliumot. A körülmetélkedés apostola mondja el az evangéliumot, és ez is egy nagyon letisztult evangélium. És meg fogjuk látni, és előre bocsájtom már, hogy ahogy olvassuk, hogy a többsége annak, amit Péter mond, az nem arról szól, hogy neked mit kell csinálni, a többsége arról szól, hogy Isten mit tett. És ugyanígy az efézusi levél is arról szól, hogy Isten mit cselekedett, mit tett. És aztán utána rátér az efézusi levélben Pál, a Péter is a maga levelében arra, hogy na akkor, ha Isten ezt tette, akkor te is csinálj valamit. Tehát nem arról van szó, hogy tételségre vagyunk kárhoztatva. Csak nem szabad a dolgokat összecserélni, nem szabad a dolgokat felcserélni. Amiről nem fogunk olvasni ebben az evangéliumban, az a pokol, a kárhozat, meg semmi ilyesmi. Nincsen se az efézusi levélben erről igazán szó, megemlítik úgy mellékesen. Nem arról van szó, hogy térj meg, hogy elkerüld a gyehenna tüzét, és elkerüld az Istennek az izzó haragját. Ez is benne van a pakliban, de valamilyen oknál fogva az apostolok nem erre tették a hangsúlyt, és ebben az értelemben az üdvösséget, a megmentést nem így használták. Oké. Nézzük meg akkor a szöveget, jó? Szeretném, hogyha elolvasnánk Péter első levelének az első fejezetét, hát majd ameddig el tudunk jutni, és megnéznénk magát a szöveget, és én szeretnék csak ráerősíteni néhány igehelyre. Így kezdődik. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontusz, Galácia, Kappadókia, Ázsia, Bitínia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a szellem megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Úgyhogy szeretném, hogyha kint maradna ez az ige, amíg beszélek, hogy lássátok a szemeitekkel is. Tehát, először is kiknek ír Péter? Ezen már rögtön vita van, hiszen Pontusz, Galácia, Ázsia, Bitínia, ezek mind a mai Törökország területéhez tartoznak, Kis-Ázsia területére tartoznak. De a szorványnak ír. Valami diaszpórának ír. De kiknek? Keresztényeknek? Vagy zsidóknak? Ez az első nagyon fontos és érdekes kérdés. Miért? Mert Péter a körülmetélkedés apostola volt, alapvetően a körülmetélkedés között hirdette az evangéliumot, és ezért már ezen ütik egymást a tudósok, hogy kinek is írta. Pogány keresztényeknek, vagy zsidó keresztényeknek íródott ez a levél. Én nem fogom ezt a dilemmát feloldani, hagylak benneteket most boldog tudatlanságban, mindenki dönts el magának, hogy szerinte erre mi a helyes válasz. Oké. De miről van szó, akár erről, akár van szó, keresztényekről van szó. Az első dolog, amire a hangsúlyt teszi az apostol, hogy ki vagyunk választva. Ki volt az, aki kiválasztott bennünket? Isten, nem mi választottuk Istent, Isten választott bennünket. És itt most megint szeretnék megállni egy szóra, és visszatérni arra, amit a bevezetőmben is mondtam,
hogy mi azt gondoljuk, hogy azért jövünk az Isten tiszteletre, mert nagy szükségünk van Istenre, és azért jó vele jóba lenni, mert mégiscsak függünk tőle, és hát azért sok múlik azon, hogy ő aztán ottan, az öreg ottan hogyan, és miképpen, és hát ő tud gurítani jó dolgot is, meg azért keresztbe is tud tenni, úgyhogy jóba kell vele lenni, mert tudjuk, hogy függésben vagyunk tőle, és szükségben vagyunk tőle. De a helyzet az, hogy ő választott ki bennünket, ő akart bennünket, ő hívott el bennünket, és ez jelent valamit, amire nem nagyon szoktuk gondolni, nevezetesen arra, hogy Istennek is szüksége van ránk. Amikor mi összeházasodtunk a feleségemmel, ugye van egy ilyen történetünk, elnézést kérek attól, aki már unja, hogy bementünk az anyakönyv vezetőhöz, és ugye az én feleségem leánykori nevegyőző Katalin, én meg ugye Bónék Görbic Tamás. És amikor bementünk az anyakönyv vezetőhöz, beírtak bennünket dátumra, hogy Görbic Győző. És amikor kijöttünk az anyakönyv vezetőtől a várban, volt az akármi, ugye Görbic Győző itt közben átsétál, akkor megállapodtunk, hogyha a gyermekünk, az első fiú gyermekünket Görbic Győzőnek fogjuk elnevezni, hívni. Még semmi nem volt, még semmi nem történt. Tényleg, egymás kezét fogtuk meg, ez volt a maximum. De már tudtuk a gyermekünk nevét, és tudtuk azt, hogy szeretnénk gyermeket, és tudtuk azt, hogy ha fiú lesz, mi lesz a neve. Miért? Azért, mert neki szüksége volt rá, hogy megszülessen. Ki akart? Ő akarta? A dübörgött, hogy meg akarok születni? Te akartál megszületni, dübörögtél az anyád méhén, doboltál az apád ágyékába? Nem. Minden akaratunk, közbevetésünk, erőfeszítésünk, munkánk nélkül egyszer csak megszülettünk. Miért? Mert a szüleink akarták. És a jó hírem az, hogy lehet, hogy úgy születtél erre a világra, hogy a te szüleid nem akarták. Hogy becsúszott, baleset volt, vagy egy éppen, hogy... Beszélgettem egy fiatalemberrel, és ő mondta el, hogy ugye most felnőtt egy nemzedék Szarajevó és környékén, ami a délszláv háborúban, ugye a szerbek meg a bosnyákok harcoltak egymással, és ott a szerbek is, hát a horvátok is, katonák, nagyon sok nőt megerőszakoltak. És azt mondja, körülbelül 10 000 gyerek született ilyen erőszakból. És ő feléjük szolgálnak. Ez nem egy egyszerű történet. Mert amikor ez a gyerek felnő, akkor ugye a szülei, vagy az anyja azzal a dilemmával néz szembe, hogy megkérdeződne, és ki volt az apám. És akkor most mit mondasz? És akkor ki vagyok én? És hogy születtem erre a világra? Tehát szörnyű helyzetek vannak, ezzel csak ezt akarom mondani, amikor szembesülünk azzal, hogy a természetes születésünk, hát az egyáltalán nem egy ilyen örömteli esemény volt, mert nem várt gyermekek voltunk, és így tovább. És ez döbbenetes, és nagyon nehéz, és borzasztó nagy trauma. De a jó hírem az, hogy Istentől Jézus Krisztusban megszületni csak úgy tudsz, ha Isten ezt akarja. Az ő akarata szült bennünket újjá. Nem tudsz úgy hívővé válni, hogy az atya ne akarta volna. Nem vagy egy baleset. Elfelejtettünk védekezni, hát mindegy, most már így alakult. Nem vagy egy véletlen borgőzös estének a terméke. Isten öröktől fogva akart és kiválasztott téged. És hogyha a természetes életben a te szüleid esetleg nem akartak volna, akkor is tudd meg, hogy Isten akart. És most is akar. És az oka annak, hogy te hívővé lettél, az oka annak, hogy te hitre jutottál, az oka annak, hogy te újjászülettél, Istenben van. Ez nem azért van, mert te akartad. Ez azért van, mert az Isten akarta. Pici ámen. Mondjátok, hogy ámen, mert ez azt jelenti, hiszem. Ugye az amuná, az a hitnek a héber szava, ebből van az ámen. Hiszem. Igen, hiszem, hogy Isten akarta, hogy újjászülessek. Tehát ki vagy választva, és ez a választás akkor történt meg, amikor még nem léteztél, még nem voltál. De Istenben már léteztél, ott voltál, mint gondolat, mint terv. És ezt Isten nem csak kigondolta, hogy legyél, hanem el is rendelte. Elhatározta. Eldöntötte, ő döntötte el, senki nem kényszerítette, szabad akaratából tette. Ő az egyetlen szabad lény az univerzumban, aki azt csinál, amit akar. Mindenki más korlátozott, de az Isten azt csinál, amit akar. Elrendelte. És utána azt mondja, hogy nem csak elrendelte, hanem elküldte a szellemét erre a világra, tehát amikor újjászülettünk, akkor Isten szelleme szült bennünket újjá, és ez a szellem
megszentelt bennünket. És szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a szentséged nem a cselekedeteidből fakad. A szentség a teremtettségedből fakad. A szentség a születésedből fakad. Azért vagy szent, mert a magasságos ereje árnyékozott meg téged, és ezért, ami született, az az új teremtés igazságban és valóságos szentségben jött létre, mert ami születik, az is Isten fiának mondatik. Szentnek és Isten fiának mondatik. Ez az oka annak, hogy szent vagy. És ezért van az, hogy az apostolok a szenteknek írtak. Mert ők Istentől születtek, és ami Istentől születik, az szent. Az el van különítve, az el van választva Isten céljai számára. Tehát a szellem megszentelő munkája által vagyunk kiválasztva engedelmességre és az Jézus vérével való meghintésre. Az engedelmességet értjük, de az engedelmesség az új szövetségben a hitnek az engedelmessége. Hogy nem azért engedelmeskedek, mert félek a büntetéstől, hanem azért engedelmeskedek, mert hiszek, bízok abba, aki mondja. Ne legyél bölcs a saját értelmed szerint, hanem teljes értelmedből támaszkodjál, bízzál az Úrban. Miért? Kettőnk közül ki tudja jobban? Jó, Isten azt mondja, de. Hányszor megtesszük, hányszor megcsináljuk? És ugyanígy a gyermekeinknek is mondjuk, és a gyerekeinknek, jaj, miért kell felkelni, miért kell lefeküdni, miért kell felöltözni, miért kell levetkőzni, miért. És mondod neki, és a gyerek, egy rendes tínézse a gyerek az élete egy pontján azt mondja, tönkre teszed az életemet! Én teszem tönkre? Hát épp tartalak életben. Ne tedd tönkre te a saját életedet. És gyakran mi is így vagyunk Istennel, mint a neveletlen tinédzser gyerek, aki úgy gondolja, hogy hát az Isten mi tönkre akar tenni. Megfoszt mindentől. Dehogy foszt meg, az Isten jót akar neked. Az Isten tudja, az Isten bölcs, az Isten előrelátó. És ezért, amikor Isten azt mondja, hogy tedd, vagy ne tedd, vagy ezt hagyd, vagy ezt csináld, vagy ezt ne csináld, azt nem azért mondja, hogy neki jó legyen, hanem azért mondja, hogy neked jó legyen. És ezért nagyon fontos, hogy az elmédben a bűnnel kapcsolatos régi rossz beidegződéseket lecseréld az Bibliára. A bűn nem azért szörnyű dolog, mert Isten azért elővesz és megbüntet téged, hanem a bűn azért szörnyű dolog, mert a bűn tönkretesz téged, és az Isten azért óv téged a bűntől, hogy ne tegyen téged tönkre a bűn. Az a sátán felségterülete, ő lakik a bűnben. Az a mézeskalács házikó, ahol a vasorrubába lakik. És amikor azt mondják, hogy ne menj oda, ne nézz a mézes kalácsra, ne legyél olyan, mint az egérke, aki csak az illatos sajtot látja, és nem tudja, hogy halálos csapdába sétál éppen. Ez a bűn. És ezt azért mondja nekünk az Isten, hogy jó dolgunk legyen. Tehát a szellem megszentelő munkája által engedelmességre, nem a félelemből, hanem a hitből, a bizalomból, a szeretetből fakaló engedelmességre, hogy Isten szeret engem, hisz bennem, és a legjobbat akarja nekem, és azért mondja, amit mond, és én ezért kész vagyok neki engedelmeskedni, mert elhiszem, hogy ő valóban ez. A Jézus Krisztus vérével való meghintés az egy nehezebb történet. Az Ószövetségben, ha valamit fel akartak szentelni, akkor vétekáldozatot mutattak be, és ennek a vétekáldozatnak a vérével hintették meg azt a dolgot, amit meg akartak szentelni. Előtte közönséges volt, utána pedig szent lett. Az, hogy a közönségesből hogyan lesz szent, azt megtisztulásnak hívták. Közönséges volt, megtisztítatott, szent lett. Nem a bűnös tisztított, a bűntől szennyezettet tisztították meg, hogy újra tiszta legyen, hanem a közönségesből csináltak mennyeit. És azért kellett a vér, mert a vér hordozta a testnek az életét, a halandó testnek az életét. És az élet az nem e világból való dolog. És amikor egy e világi dolgot meg akarsz szentelni, mennyeivé akarsz tenni, akkor úgy tudod magasabb szintre, szellemi szintre emelni, hogy nem e világi dologgal szenteled meg. Ezt fejezte ki az áldozat, és ez fejezte ki a vétek áldozat, és a vérrel való meghintés. Amikor felkenték a főpapot, vérrel hintették meg. Amikor megkötötte Isten a szövetséget, akkor a sátrat, meg az embereket, meg mindent vérrel hintették meg. És onnantól fogva ez azt jelentette, hogy már nem közönséges, hanem átment az Isten tulajdonába. Még itt van a földön, de már mennyei. A mennyhez tartozik. Jog szerint a mennyei.
És a Jézus Krisztus való vérével meghintés pontosan ezt jelenti, hogy ezzel a vérrel meg vagy hintve. A Jézus áldozata megszentelt téged. Még itt vagy a földön, de nem ide tartozol. Még itt vagy a földön, de a menny tulajdona vagy. Még itt vagy a földön, de a mennyet hirdeted. Ezt jelenti a Jézus vérével való meghintés. Ez megtörtént, és ugye az egyszerű és tökéletes áldozatba vetett hitedet, amikor az Isten elfogadta, megfogadta, fiává tett téged, újjászült téged, akkor ez a vér, ez az áldozat egyszer s mindenkorra elkülönít téged ettől a világtól, és az Istené vagy. Na. Harmadik vers. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya. Miért? Mert nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervatatatlan örökségre, amely a mennyben van, fenntartva számotokra. Ki az, aki cselekszik ezekben a versekben? Még mindig Isten a cselekvő fél, nem csinálta semmit. Te elszenvedője vagy ezeknek a dolgoknak, Isten az, aki cselekszik. Mit cselekszik az Isten? Nagy irgalmából újjászült minket. Ki szült bennünket? Nem mi születtünk meg, Isten szült bennünket. És utána azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre szült bennünket az Isten. Miért szült bennünket az Isten élő reménységre? Azért kellett Jézusnak feltámadni a halálból, hogy a hitünk reménység is legyen egyben, ezt majd szó szerint így le is írja a végén még egyszer Péter a biztonság kedvéért. Tehát a feltámadás azt jelenti, hogy nem csak abban hiszünk, hogy Jézus értünk megáldoztatott és értünk meghalt, hanem abban is hiszünk, hogy a feltámadása is értünk történt. Jézus, te érted, halt meg. Halleluja. De Jézus, te érted, támad fel. Nem önmagáért támad fel. Nem is azért volt, hogy az atya feltámasztotta őt, hogy helyreállítsa egy nagy igazságtalanságot. Az atya érted, küldte a halálba, és az atya érted, támasztotta föl. Te rád nézve, te miattad, te érted. És ez ad neked egy élő reménységet. Miért ad neked élő reménységet? Mert Jézus azt mondta, elmegyek, helyet készítek, és visszajövök. És akkor megint álljunk meg egy szóra. Most itt megint a háború, pandémia kapcsán az apokaliptikus üzenetek megint nagyon kedveltek lettek, világvége, nem tudom én micsoda. Szeretném, hogyha megjegyeznétek három egyszerű dolgot ezzel kapcsolatban, hogy ne tévedjetek el ebben a káoszban. Az egyik, hogy az üdvösség a zsidók közül támad. A zsidók nem azért vannak, hogy ők adják az antikrisztust, a zsidók adták a Krisztust. Pici ámen, tud valaki mondani? Nem? Helyes. A pogány birodalmakból támad az antikrisztus. A római izének a szarva lesz az antikrisztus. Nem Izraelből nő ki, nem is az egyházból nő ki, a pogány birodalmak következménye. A putyinokból, meg az összes többi névből, akik voltak, a Nagy Sándortól lefelé, fölfelé, meg akik még lesznek, ő miattuk jön el az antikrisztus, nem a te miattad, meg nem a zsidók miatt. Az antikrisztus a nemzetekből támad, a pogányokból támad. És a harmadik dolog, amit meg kell jegyezned, hogy Jézus nem az antikrisztus miatt jön vissza. És az egyházat nem azért ragadja el, mert Jeruzsálemben a templom, meg a pusztító utálatosság, meg a nagyfutás, meg a rettenet, meg a borzalom, meg a kelyhek, meg a trombiták, meg az apokaliptikus lovasok. Tudod, miért jön vissza Jézus, érted? Mert tett egy ígéretet. És ezt az ígéretet olvashatod a János Evangélium 14. fejezetének az elején. Ezzel kezdődik Jézusnak az a beszéde, amit elmondott a tanítványoknak az utolsó vacsora alkalmával, mikor Júdás már elment. Ez az első ígéret, amit ott tesz, és azt mondja, elmegyek, helyet készítek, visszajövök. Ezért jön vissza. Nem az antikrisztusért, még csak nem is Jeruzsálem miatt. Az egyház elragadásának ez az oka, hogy az Úr tett egy ígéretet. Elmegyek, helyet készítek, visszajövök. Érted, jön vissza. Ő nem csak úgy jön vissza, hogy hát visszajövök, rendet teszek Jeruzsálembe meg a világon, ja, és akkor gyertek ti is. Nem, az egyházért való visszajövetelének az oka te vagy. Érted, jön vissza. És mégis azt látni, hogy amikor a keresztényeknek nyomják ezt az apokaliptikus rizsát, akkor a félelem nő bennük, jaj, visszajön az Úr, mi lesz? Vajon munkába talál-e? Vajon bokos szűz vagyok-e? Vajon ez?
És újból és újból el kell mondanom a történetet, hogy amikor elmentem a gyerekeimért az óvodába, nem azt hoztam el, amelyik jó volt. Óvó néni, melyik gyerek volt ma a legjobb, őt viszem haza. Hanem melyiket vittem el, lehet, hogy a legrosszabb volt, azt vittem el, amelyik az enyém volt. Aki tőlem született. Akit én már akkor akartam, mikor még semmi nem létezett belőle. Aki eleve el volt rendelve. Az örökké valóságban ki volt választva. Jézus, érted, jön vissza. Nem azért, mert jó voltál, legyél jó. Hanem azért, mert az övé vagy. Oké? Okay? Ne parázzál, ne féljél, nem kell vigyázba állnod, nem kell, hogy nem, elég jó voltam, van elég olaj a lámpásomban. A szüzek, figyelj ide, bolond szüzek van. A bolondról a Biblia azt mondja, van egy Iker Zsoltárunk, kétszer is benne van a Bibliában, azt mondja, a bolond az ő szívében nincs Isten. Kik a bolond szüzek? Álhívők, akik van egy ilyen vallásos külső máz, de nem valóságosan, nem hisznek valóságosan Izrael Istenében. Legyenek pogányok vagy zsidók. Álhívőkről, álkeresztényekről, álzsidókról van szó, akik úgy néznek ki. Mert miért visz valaki elemlámpát, és nem visz bele elemet? Azért viszi az elemlámpát, hogy lássák a többiek, hogy neki is van. De miért nem visz elemet? Mert nem hiszi, hogy valaha szüksége lesz rá. Nem hiszi, hogy kell az neki. Itt nem arról van szó, hogy hát vigyázzál, mert elhívott téged az Úr, az övé vagy, újjászülettél, elkezdtél vele járni. Na ne, ha nem lesz elégedett, ugye? Megmérje az olajszintet. Gyere hozzá, mert én vagyok az olajárus, majd én imádkozom érted, mert én vagyok az uralkodó testvér, és majd én megtöltöm a te tankodat, gyere. Nem szabad bedőlni ezeknek a dumáknak. Ez szintiszta manipuláció, semmi más. Jézus azért jön vissza, érted, mert az övé vagy. Neked készítette a helyet, te reád gondolt, és téged fog innen elvinni, mert az övé vagy, az ő tulajdona vagy. Lehet, hogy éppen rosszalkottál az óvodába, és el fogja mondani, hogy ennyi, nem húzzuk az óvónéni haját, de akkor is hazavisz, mert az övé vagy. Na jó. Oké. Okay. Adott nekünk a hitünk reménység is Jézus Krisztusban, mert Jézust az Isten feltámasztotta, és miért támasztotta fel? Azért, hogy helyet készítsen, egy olyan örökséget adjon nekünk, ami nem hervad el. Nem hervad el. 5. vers. Titeket pedig, addig is, amíg ez megtörténik, Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ízlelgessük ezt az 5. verset. Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időkben. Ezt az üdvösséget szeretném definiálni. Amikor a Biblia ebben az értelemben örök üdvösségről beszél, mert ugye sokféle értelemben használják a szodzót, a megmenekülésre, meg ébbőrrel megúszni, meg sok mindenre. De mikor az örök üdvösségről, az üdvösségről van szó, akkor ez azt jelenti, hogy polgárjogod van a mennyei Jeruzsálemben. Ahogy az Ószövetségben az Isten városa is benne az Istennek a szentélye volt a világ közepe, a világ köldöke, ahol a menny és a föld összeért, ahol az isteni és az emberi egybe lett szerkesztve, úgy az eljövendő világon az új égen és az új földet a mennyei Jeruzsálem foglalja egybe szerkeszti. Ahogy Zsoltár mondja, a 122. Zsoltár, Jeruzsálem szépen épült az egybeszerkesztés városa. Nem is tudják lefordítani, mert a héber eredeti azt mondja, hogy egybeszerkesztés városa. És csupa architektus fordítja, úgy látszik a zsoltárokat, hogy szépen épült, jól összeszerkesztett. Nem. Az egybeszerkesztésnek a városa. Az a hely, ahol a törzseket egybeszerkeszti az Isten, ahol a királyságot egybeszerkeszti, a mennyeit, a földit, ahol a papság által jönnek le az angyalok a létrára, le föl, mászkálnak a menny és a föld között. Az a hely, az Istennek a városa. Az egybeszerkesztés helye. Ez az eljövendő világon, az új égen és a földön az új Jeruzsálem lesz. És ott fognak lakni az Istennek a papjai. Nem lesz benne szentély, az egész város egy szentély lesz. Nem lesz benne nappal és éjszaka. Csak nappal lesz. A kapuit nem zárják be soha. Mindig nyitva állnak a kapui, hogy akik meg akarják ismerni az Istent, jöhessenek.
és ott leszel te, mint az Isten ismerő pap, aki megismerted az Istennek a titkát, az Istennek a tudományát, bölcs lettél, és azért lettél bölcsebb minden ószövetségi prófétánál, mert az ószövetségi próféták közül a legnagyobb Keresztelő János volt, de aki a Krisztust megismerte, az Isten fiát megismerte, az többet tud Istenről, az atyáról is, a fiúról is, mint az összes ószövetségi próféta együttvéve. Te ismered az atyát, amit a prófétások messziről üdvözöltek, és majd elolvassuk, ha odáig egyszer eljutok, hogy tudakozták, hogy mely vagy milyen időre jelenti ki Krisztusnak bennük lakó szelleme ezeket a dolgokat. Tehát Isten hatalma őriz. És hogy, mikor működik az Isten hatalma az életeden? Akkor, amikor hitben vagy, hitben állsz. Mi ez a hit? Hiszem, hogy Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia. Ez az a hit, ami legyőzte a világot. Ez az a hit, ami legyőzte a világot. És amikor úgy érzed, hogy a világ kezd el legyőzni téged, akkor mi a feladatod? Térj vissza a fundamentumra, térj vissza a hitre. Ha mást nem tudsz tenni, mondd ki, hiszem, hogy Jézus a Krisztus az élő Istennek a fia. Mondd ki személyesen, Jézus, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És elkezd a győzelem működni az életedben. Nem azért, mert te kimondtad, megvallottad, hanem azért, mert az Isten hatalma hitáltal őriz téged az üdvösségre. Itt sem te vagy a cselekvő fél, Isten a cselekvő fél. Hatodik vers. Ezen, ugye az áldott mennyei reménységen és az üdvösség reménységén, igen, befejezve a gondolat, mert az üdvösség, tehát micsoda? Az üdvösség a polgárjog, az a mennyei Jeruzsálembe, az eljövendő Isten városában, az új Jeruzsálembe, te oda bemehetsz. Miért mehetsz be? Mert fel van írva a neved a bárány életkönyvébe, mert újjászülettél. Nem Ádám életkönyvébe vagy beleírva, nem egy emberi anyakönyvbe vagy beleírva, hanem az újjászületett szentek anyakönyvébe van a neved felírva, és ennek örülj, még akkor is, ha a démonok engednek. A nagy hatalmat tapasztalsz, nagy erők működnek, bármi, nem ez a fontos. Az igazán fontos az, hogy ott szerepel a neved ebben az anyakönyvben, amely a bárányé. Hogy újjászületett ember vagy, és jogod van bemenni a kapukon át a városba. És nem csak bemenni van jogod, ott lakni van jogod. Ebben a reménységben, és ebben az üdvösségnek az ismeretében örvendezünk. Oké. Aztán azt mondja, nem csak örvendezünk, hanem ha így kell lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. De mire valók a kísértések? Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicsőségre, a dicséretre és a tisztességre. Tehát, örvendezünk. Amikor tudatosodik bennünk az, hogy Krisztus kicsoda, és mit tett értünk, és mi kik vagyunk ő benne, és mire lettünk elhívva, akkor az embert hála és öröm tölti el, és ez egy nagyszerű dolog. Amikor kísértéseken kell keresztül menni, akkor viszont ez nem egy olyan nagyon hálával és örömmel eltöltő dolog. De Isten mégis megengedi, hogy átmenjünk próbatételeken. Miért? Mert a próbatételek azt eredményezik, hogy a hitünk kipróbáltá válik. És a kipróbált hit mindennél drágább és mindennél értékesebb. Amikor oda lépsz majd Isten elé, és azt mondja, jól van, jó hű szolgám, akkor a kipróbált hited miatt fog a téged az Isten megajándékozni. Nem a bűneidet fogja számon kérni, a kipróbált hitedért akar téged megjutalmazni. Mert tudja, végigcsinálta ő maga is, megkísértetett mindenben, átment minden próbatételen. És az egyik ilyen próbatétel, amit most ezekben a napokban ki vagyunk téve, és látom mindenhol, és ugye a kérdésekből is látom, hogy az emberek kérdezik, hogy miért szerencsések a gonosztevők? Miért szerencsések a bűnös emberek? Miért van az, hogy aljas, rohadt szemétládák lopnak, csalnak, hazudnak, gerinctelenek, szemtelenek, szemérmetlenek, és sikerül nekik? Gonoszságokat követnek el, nyilvánvalóan lelepleződnek, és az ember azt hiszi, na, utolérte őket a jogos ítélet, és nem. Megmenekülnek. A 73. Zsoltárban Aszáf elmélkedik erről, és azt mondja, egy konkrét
időben. Ugye ketté szakad a királyság, északon Jeroboám a 10 törzset elszakítja, délen megmarad Júda és Jeruzsálem, és ebben az időben nehéz dolguk van a levitáknak, akik ott maradtak Efraim hegyvidékén. Miért? Mert Jeroboám üldözi őket. Ő az aranyborjú kultuszát kezdte el államilag nyomatni, és ezért a déli, ugye a jeruzsálemi kultusz profétáinak és papjainak, a levitáknak nehéz dolga volt. És Jeroboám 40 évig uralkodott. És várták a leviták, hogy mikor sújt már le rá az Isten, mikor bűnhődik már meg a bűneiért. Már aranyborjút csinált, már üldözött bennünket, már ettől megfosztott, már attól megfosztott, már ezt is sikerült neki, az is sikerült neki, minden sikerült neki. A következő választást is megnyerte, azt a háborút is megúszta, ezt a izét is izé, pedig most már aztán. És egy idő után, egy ilyen fordulat után, amikor azt mondta, na most eljött a büntetés ideje, és nem, akkor Aszáf elcsüggett, és azt mondta, hogy hát most én nem értem. És ez azért kísértés, mert a Bibliában le van írva, ne engedd, hogy a gonoszok szerencséje téged megkísértsen. Aszáf is leírja, hogy rám senki nem kíváncsi. Én tisztaságban, ártatlanságban mostam a kezemet, megmaradtam az Úrnak az útján, becsületes voltam, tisztességes voltam, a kutya nem kíváncsi rá. Illésre se volt, a kutya se kíváncsi. Úgyhogy Illés azt hitte, egyedül van. Senki nincs. Üldözött ember volt, tevesszőruhába jött, ment, időnként az Úr felkapta, hogy ne kapják el az üldözői, hol az özvegyasszonynál, hol a barlangba, hol a kerítpatakjánál, senki nem törődött vele annyira, hogy Istennek hollókat kellett küldeni, mert nem volt emberfia, aki mert volna vele közösséget vállalni. Teljesen egyedül volt, teljesen magányos volt. És a végén belefáradt, és ő is úgy volt vele, hogy nem. Már volt tűz, volt víz, ezek még mindig nem. Na, nem hajlandó. Kiabálják, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten, de simán oda vetnek Jézabel elé, ha arról van szó. Még csak oda se jön senki, és azt mondja, hogy hát nem kéne. Belesimultak, beletörődtek, és azt mondja, a kevélyek isszák a kevésséget, mint a vizet, az ő szavaikat isszák a követőik, bármit mondanak, ott vannak, igen, te tudod jól, te vagy a nagy hatalmú, aki sok-sok milliárdot kerestél, te vagy az, aki jól tudod, elmegyünk, beiratkozunk a szemináriumodba, egy vacsorát akarunk eltölteni, milliárdokért hajlandók vagyunk egy vacsorát eltölteni veled, most olvastam az újságban, hogy van valamilyen nagy tőzsdegurú, akinek egyetlen egy közös vacsoráért milliárdokat ajánlottak fel, hogy beszéljenek vele, nálad van az értelem, a bölcsesség, a tudás, mindent megér ez a dolog. Az istenfélőkre meg nem kíváncsi senki. Itt vagyunk, mondjuk a nagy bölcsességet, az ismeretet, a tudást, a kijelentést, és az emberek úgy vannak vele, hogy hát jó, de mindjárt kezdődik Elon Musk a tévébe, őt akarjuk nézni, mert azt van, elért valamit. Oké. Ez egy kísértés. Rögtön az elején a példabeszédek 3-ban meg kell tanítani az istenfélő gyerekeket, a tinédzsereknek szól, 12-14 éves gyerekeknek, és ez a 7. tanulság, amit ott leszűr, és azt mondja, ne irigykedj a gonosztevőkre. Ne legyél féltékeny, ne legyél irigy, amikor látod, hogy a gonosz embernek sikerül a műve, a munkája, hogy sikeres abban az ő gonoszságában. És miért ne? Az orosz oligarchák menekítik a jachtjukat, hát csak egy napot jó lenne azon eltölteni, hogy már úgy megnéznénk egy ilyen szuper jachtot, nem? Egy hetet, na. Milyen tök jó. Neki van, nekem nincs, soha nem is lesz. Hát jó lenne, nem? De ilyenkor egy hívő embernek tisztáznia kell magában azt, hogy miről szól az élete, mit tekint sikernek. Mi neked a siker? Elég a tanítványnak, ha elkezd hasonlítani a mesterére. Bizonyos élethelyzetben
el voltam csüggedve, keseredve, mert én úgy éreztem, hogy teljes jó szándéka csinálom, hogy csinálok, és olyan gonosz, kegyetlen, rosszindulatú támadásoknak voltam kitéve, hogy rosszul esett, és úgy voltam, ez Isten, nem értem, hát hogy van ez a dolog. És akkor az Úr vezetett a boldogmondásra, boldogok vagytok, ha minden gonosz hazugságot mondanak rólatok, stb. Örüljetek és örvendezzetek. Hát mondom, jó van, hát akkor ezek szerint örülni kéne. De miért örüljek? Mert igen nagy a ti jutalmatok a mennyekben. És mondom, hát Uram, hát most mit lehet ennek örülni? Hát én nem tudok ennek örülni. Tudom, hogy megparancsoltad, próbálok is, de nem megy. És az Úr csak ennyit válaszolt, már ebben legalább hasonlítasz rám. Rólam is elmondtak minden gonosz hazugságot, elmondtak a büdösök barátjának, a Balzebubnak, amit mindenfélének. És ebben már sikerült. Még másban nem, de ebben már sikerült. És elég a tanítványnak, ha olyan, mint az ő mestere. És az ember megnyugszik, és azt mondja, hogy oké, mi van pipálva, mehetünk tovább. De a mi számunkra a siker micsoda? Hogyha felöltözhetjük Krisztus természetét magunkra. Ha egy kicsit tudunk jobban hasonlítani a Mesterhez. És ezért nem szabad irigykedni a gonosztevőkre, mert ő lehet, hogy megnyerte a milliókat, meg az egész világot megnyerte, de hogy a Mesterre nem hasonlít, az teljesen biztos. És az ő milliói, és az ő állítólagos sikerei, ezek őt nem közelebb vitték Istenhez, hanem távolabb viszik Istentől. Ő neki rosszabb. Ő messzebb került az üdvösségtől, és ezért ő járt rosszabbul, és te jártál jobban. Sokszor a vagyon, a hírnév, teher. Mi most egy nagyon hazug világban élünk. Mindenki hazudik mindenkinek. Mindenki hitet mindenkit. Influencerek, Instagram sztárok, mindenki úgy néz ki, mindenki havaj, és nézzük, csorgatjuk a nyálunkat, ó, nekünk is ezt kéne, így kéne, na hát... De egy hazugság az egész. Mindannyian tudja. Ő is tudja, hogy hazudik. Mi is tudjuk, hogy hazudik. Mégis ő csinálja, mi nyomjuk a lájkot, nézzük. Ez a hülye gyerekjáték. Akkor felvonultunk május 1-én, éljen a megbonthatatlan szovjet-magyar konzerv, és vittük a táblákat. Mindenki tudta, ők is tudták, hogy mi tudjuk, mi is tudtuk, hogy ők is tudják, hogy mindenki hazudik mindenkinek. Éltünk mi ebben az idióta világban. És most megint ilyen világban élünk. Mindenki hazudik mindenkinek. A magánéletben, a politikában, a gazdaságban, mindenhol. Ez a hitetés, ez a hazug világ vesz bennünket körül. És ez megbetegíti az ember szívét, és megbetegíti az ember lelkét akkor, ha nem tudja, hogy mi a célja. Mit akar kezdeni az életével. És elég a tanítványnak, ha olyan, mint az ő mestere. Megnyerheted az egész világot, és mit ér, ha lelkedben kárt vallasz? Kire akarunk hasonlítani? Krisztusra? Akkor elmondom neked, hogy Krisztus a legnagyobb sikerét akkor érte el, amikor mindenki megvetette, mindenki leköpte, és amikor nem volt semmije, még a ruháira is sorsot vetettek, annyira nem volt semmije. És ott függött mezítelenül, megszégyenítve, meggyalázva, akkor volt a legsikeresebb. Ez a siker, amit kínál nekünk az Isten. Nagyon vonzó, nagyon kívánatos. De nem önmagába véve, mert mazoisták lennénk, önmagába véve ez a dolog lényege, hanem mi? Hogy a siker abban volt, hogy megtette az Atya akaratát. Abban, hogy annak az áldozatnak, amit hozott, volt értelme. Nem egy értelmetlen áldozat volt. Egy értelmes áldozat volt. És neki is ugyanúgy meg kellett küzdeni az elvetettséggel, mert az utolsó próbatétel ez volt, hogy látod, a tanítványok elhagytak, nem kell ezt a senkinek se, a népednek se kell lesz, a vezetőidnek se kell lesz, senkinek nem kell lesz, az Istennek se kell lesz. Isten is lemondott rólad, Isten is elhagyott téged. És Jézusnak ezt meg kellett küzdenie, mert a Gecsemáné kertben még magabiztos volt, azt mondta, ti mind elhagytok engem, de nem leszek egyedül, mert az Atya velem lesz. De ott a kereszten, a 22. Zsoltár idején felnyögött, és azt mondta, Atyám, Istenem, hol vagy? Nem érezlek. Nem tudom, velem vagy-e még. És ez volt a végső harc. A végső küzdelem.
És ezért tárja ezt elénk a Biblia, hogy te is tudd, hogy amikor azt hazudja neked az ördög, hogy az Isten elhagyott téged, akkor olvasd végig már azt a Zsoltárt. Juss el a 34. versig, ahol kimondja Jézus, hogy lehetetlen, nem. Isten nem veti meg a nyomorultnak a nyögését sem. És ott megfordul minden. Vége a sötétségnek, a sátán távozik, és Jézus kimondja, el van végezve. És higgyétek el, hogy mindez azért van elénk tárva, mert ezzel ad fegyvert az Isten a kezünkbe, hogy mi is ezeket a szituációkat és ezeket a helyzeteket meg tudjuk harcolni. És a megpróbált hit, igen, amikor úgy tűnik, hogy hát tényleg a gazembereket kell követni, csináljuk mi is azt, amit ők, mert az jó. Ha ebben a kísértésben meg tudsz állni, és tudatosítani tudod magadban, hogy nem, nem ez a siker. A siker nekem az, hogyha sikerül rátalálnom az Isten akaratára, sikerül megcselekednem az Isten akaratát, sikerül Krisztusivá válni, sikerül ebben a dologban Krisztusra hasonlítani. Ez a siker. Oké. Na rendben. Még a 8. verset felolvasom, és akkor ezzel zárom soraimat, a többi házi feladat lesz. Azt mondja a 8. vers, őt szeretitek, pedig nem láttátok. Na, most már kicsit örvendezünk, mert itt már van valami, amit mi csinálunk, őt szeretjük, de valójában ezt sem mi csináljuk. Ez csak következménye annak, hogy megértjük és felfogjuk Istennek a szeretetét, ahogy János írja, mi megismertük és elhittük Istennek irántunk való szeretetét. Mikor megismered, az téged örömre kényszerít, de késztet, de utána el is kell hinned. Meggyőződéssé kell válnod, kell váljon az életedben az, hogy Isten téged szeret. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Tehát ez egy elég vicces. Most képzelj egy stadiont, amiben egy láthatatlan foci meccs zajlik. És ott ülnek a nézők, és ilyenek vagyunk mi. Ott ülnek a nézők, egyszer a... aztán utána... Na! És a végén utána... Hogy tudnak örülni egy gólocskának? Nagy ügy, hát adjanak nekik még egy labdát, vagy tizet, azt rugdossák. De a fölött nincs öröm. És jönnek, és tülekednek a drága hívő testvérek, az én imám volt, az én áldásom volt, az én izém volt. Mikor a Fáröl szigetektől kikaptunk, nem tülekedtek. Hogy kinek volt a hibája. Ki nem imádkozott elég jól. Sikernek mindig sok bábája van. De hát miféle siker ez, most legyünk őszinték. Örülünk neki, klassz, frankó, de hát azért ez nem egy örökké való történet, igaz? Tehát, őt szeretitek, pedig nem látjátok. És itt vagyunk, és tapsolunk, és beszélünk, és örülünk valakinek, akit a világ nem lát. És betéved ide egy avatatlan, és azt mondja, hogy ezt mit csinálnak? Emlékszem, hogy bizonyságot tett egy testvér, és mondta, hogy bejöttem a gyülekezetbe, mindenkinek csukva volt a szeme, és először azt hittem, hogy vakok. Szóval felemelték a kezeiket az ég felé. Miért? Minek? Tapsoltak? Minek? Örültek? Minek? Mi nem látható színházban vagyunk. Csak te látod a produkciót, a kívülvaló nem látja. Csak te látod a küzdelmet, a harcot, a kívülvaló nem látja. És ez nem érthető a számára az, hogy mi mit csinálunk, és kik vagyunk. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. És akkor legyen ez a zárszavam. A hitednek van egy célja. És mi a cél? A lélek üdvössége. És a lélek üdvössége már egy másfajta üdvösség. Ez nem egyszerűen a polgárjog a mennyei Jeruzsálemben. A lélek üdvössége annak a felismerése, amit eddig elmondott az apostol. Az, hogy Isten akart engem, kiválasztott az örökké valóságban, elrendelte, megszült engem, létrehozott engem, táplált engem, őriz engem, gondoskodik rólam, akar engem, értelmet és célt adott az életemnek, és úgy döntött, hogy a menny nélkülem nem lesz az, amivé őt teremteni akarta, ha én nem leszek ott. Szüksége van az Istennek rád.
Menjél Jeruzsálemnek, szüksége van rád. Az eljövendő világnak szüksége van rád. Te nélküled nem lehet az, ami. És az előttünk járt szentek is mind csak várták, hogy mindezek beteljesedjenek, mert az Isten úgy döntött, hogy nálunk nélkül nem válhatnak bevégzetté. És mi is, ha elmegyünk, ott fogunk malmozni és várjuk, hogy az a szerencsétlen hallja már meg azt az evangéliumot, már higgyen már benne, hát hányszor elmondták neki. Hát, még addig nem lehet, amíg ő nem. Mert ő rá még várunk, és a kalauz még nem adta meg a jelet, hogy indulhat a vonat, mert még egy utas hiányzik, még egy ülés szabadon van. És addig nem lehet. Drága barátom, ne engedd, hogy ez a világ elbizonytalanítson. Nem vagy árva. Nem vagy egy megvetett ember, egy utolsó senki. Isten szeretett gyermeke vagy. Te vagy a legfontosabb ezen a világon a számára. Egy értékes, drága kincs, akiért képes volt mindenét eladni. Nem te adtad el mindenedet az Isten országáért. Az Isten adta el mindenét. A létező legnagyobb árat fizette, amit egy apa fizethet. Mert őszintén szólva, én nemhogy értetek, de még nálatok sokkal jobb emberek, emberre se adnám oda a fiamat, egyiket se. Sőt, a kisujját nem engedném, hogy megvágja bárki, csak érted. Inkább a te kisujjadat vágják meg. Nem, hogy a halálba, kínszenvedésbe küldeném érted a gyerekemet. Mit képzelsz te? Ki vagy te? De az Isten nem így gondolkodott. Az Isten úgy gondolkodott, hogy te megérsz minden áldozatot. Bár mekkora is az ár, én kifizetem. Én megadom. Mekkora árat volnál hajlandó fizetni? Egy apa a legnagyobb árat akkor tudja fizetni, hogyha odaadja a fiát. Nincs ennél nagyobb. És Isten nem maga jött le, és nem maga testesült meg, nem az atya öltött testet, hanem a fiút küldte. És azért küldte a fiút, mert ez még annál is nagyobb volt, mintha ő maga jött volna. Azt küldte, akit még önmagánál is jobban szeretett. És azért küldte ebbe a világba, mert te, személy szerint te fontos voltál neki. És ami még ennél is borzalmasabb, hogy azok, akik kint most az utcán rohangálva káromolják őt, ők is ilyen fontosak voltak. És most is ilyen fontosak. De nem azért történt, hogy Isten valamit, igazságot kiegyensítsen a világba, és egyensúlyba hozza a dolgokat, és hát aki elfogadja, jó, aki nem, nem. Értünk, minden egyes emberért, minden egyes teremtményért, minden egyes lényért, akinek a nevét már felírta az élet könyvébe, a világ létele előtt, és még mielőtt a földporát teremtette volna, minden egyes embernek a neve ott volt Isten szívében, ott volt Isten elméjében, minden egyes ember létezését, születését akarta az Isten. Azokét is, akit a világ megvetett, megvert, nullába vesz, semmibe számít, az övét is az Isten akarta. És oké, rendben van, ránk bízta, azt mondta, szaporodjunk, sokasodjunk, és mi csinálhatjuk ezt a dolgot rosszul is, és elronthatjuk ezt a dolgot, de egy dolgot nem lehet elrontani. Azt az újjászületést, azt nem lehet, mert azt csak Isten tudja. Azt Isten akarta. És nem is tud másképp véghez menni, csak akkor az Isten szelleme árnyékoz meg téged, és újjászületsz, és új teremtéssé válsz. És higgyétek el, hogy ez a legnagyobb csoda, ami történhet ezen a világon. Ez a legnagyszerűbb meghívás. És ha ez megtörtént veled, akkor tudd meg, hogy ez nem egy egyszeri dolog, nem arról szól, hogy na most akkor felértél a csúcsra, hanem arról szól, hogy egy új kezdetén vagy, és ennek az útnak a vége ott van a mennyei Jeruzsálemben. És a mennyei Jeruzsálemben az lesz a helyed, mert nem leszünk egyformák, nincs egyformaság. Az elhívásunk egyforma, de mégsem leszünk egyformák. Minél inkább fel tudod öltözni magadra a Krisztust, annál közelebb leszel. Lehet, hogy csak az óvodistákat fogod tudni tanítani, mert te magad is még kis óvodás vagy, egy leckével jársz előrébb, mint ők, az is jó. Te lehetsz akadémikus is. És ehhez keresztül kell menned a próbatételeken, és a próbatételekben meg fog erősödni a hited, a próbatételek megtisztítanak téged, megszabadítanak téged, meggyógyítanak téged, egészségessé tesznek, egészségessé teszik a hitedet, egészségessé teszi a reménységedet. És Péter, aki ezt a levelet írta, a kakas kukorékoláskor tisztult meg.
addig becsapta saját magát a saját hitével kapcsolatban. És szembesülnie kellett, hogy nem ekkora hite, hanem csak ekkora. De drága testvérem, az az ekkora hit elég volt, mert az valódi volt, az a hit elég volt A, hogy megtartsa őt, B, hogy legeltesse a nyájat, meg a juhot. Rá lehetett bízni már másokat. Mert az igazi volt, az őszinte volt, az valódi volt. És Isten nem arra hívott el bennünket, hogy eljátsszuk, hogy mekkora hitünk van. És hogy színházat csináljunk abból, hogy mekkora hitünk van. Hanem az Isten arra hívott el bennünket, hogy úgy szeressünk, ahogy ő szeret. És ez a szeretet hitből nő ki. Hitből hitbe. És ez elég. Ha ez egy mustármagnyi, hegyeket képes elmozdítani. Ha ez egy mustármagnyi, alkalmas arra, hogy legeltesd a nyájat, legeltesd az Isten bárányait. De legyen őszinte, legyen tiszta, legyen becsületes, legyen valódi. Amen.